Itt vagyunk újra, ez az Egyenes Beszéd, és hát egy olyan szakaszra érkeztünk a műsornak, ami a megemlékezés néhány pillanata, néhány mondata. Vágó Istvánra fogunk emlékezni a következőkben, egy legendás rádióssal, televíziósal, Szilágyi Jánossal itt a stúdióban. Örülök, hogy itt vagy, János, köszönöm szépen. Én nem örülök, hogy ebből az alkalomból vagyok. Hát az alkalomnak biztosan nem, persze. Hát ez mindenkit eléggé megütött ez a hír, hogy a Pista 74 éves korában itt hagyott minket. Én jóba voltam vele, sok kalandom volt vele, sokat volt nálunk, mi is jártunk hozzá, az összes, még a rendszerváltás környékén rengetegszer a választásokat ott ünnepeltük, vagy dukkoltuk végig, hogy melyik párt nyer. Mindig ünnepeltetek? Nem. Gondoltam. Még emlékszem, hogy az Acél Bandi a konyhába zokogott, mert nem az ő pártja jött be, nem az MSZP jött be. Na mindegy. Szóval a Pista egy olyan ember volt, akivel élvezett volt együtt lenni, mert jó társaságbeli ember volt, és nagyon jó házigazda volt, és kínált, és hozta a bort, amit ő nagyon szeretett, tehát akárki ivott, ő vele mindig ivott, de volt egy nagyon, a bort kiejtettem, ugye, hogyha elmegyek vendégségbe hozzád vacsorázni, meghívsz, vacsorázni, és elmegy a feleségemmel, akkor hiába ismerjük egymást 100 évben, meg vagyunk jóban, hát viszek neked egy üveg bort, a feleségednek meg viszek egy csokor virágot. Ez így történt a Pistán, és meghív, első ilyen vacsora. Átadom a virágot, azt mondja, te egy halott élőlényt hoztál a feleségemnek? Azt nem rosszul hallok, mondom, mit mondasz? Azt mondja, hát ez egy élőlény, amit megöltek, letörték, és ez itt fog meghalni, itt fog lekókadni, itt fog elsápadni. De ez komoly volt? Most először nem is értettem, hogy mit mond, és mint kiderült, komoly volt. És mindig azóta, ha ilyenre sort került, mondom, Pista, hoztam egy haló élőlényt a nyuszinak. Nyuszi Judit, a feleségét. Igen, a feleségét. Ő nevezte nyuszinak. Mit tudok még róla elmondani, ami így hirtelen eszembe jut? Hát az, hogy mindig a számítógépnél ült. És nagyon a Facebook őrült volt, és mindig rá akart engem beszélni, hogy azt mondja, te miért nem? Te mondom, én nem akarok rámenni, mert én is annyit vagyok a neten, tényleg, hogyha még Facebookos is lennék, akkor az volna mag. Hát ő helyetted is Facebookozott, gyakorlatilag napi 10-12 poszt volt. Igen. És mondom, mivel szórakozol? Hát azt sem szoktam bridge-elni. Mondom, géppel, a neten. Azt mondja, igen. A kártyajátékos se társaság volt, hanem ott ezt csinálta. Ugye a mi szakmánkban, a ti szakmátokban nagyon, nagyon furcsa az emlékezet, mert nagyon, nagyon rövid távú az, hogy kire milyen műsora kapcsán emlékeznek. Neked is megadatott, hogy vannak emlékei generációknak arról, hogy a Szilágyi miket csinált. És neki is megadatott az, hogy unos-untalan emlegették, hogy ő a kvízmester. Ezt ő szerette? Sosem kérdeztem meg tőle, milyen érdekes. Én sem kérdeztem ezt így meg, de gondolom, hogy szerette, mert hát ez volt az élete, a munkája. Tehát ha azt mondta volna, hogy nem szereti, akkor az egyenlő lett volna az, hogy azt mondja, hogy nem szeretem a munkámat. És ha valaki nem szereti a munkáját, az egy keserű ember. De hát sokkal több volt az ő munkájában, mint csak a vetélkedők. Ugye emlékezzünk a Grécsivel a nyelvművelő Igen, sorára. Az jó volt. Volt számtalan olyan program a televízióban, amit a Vágó csinált, de nem vetélkedő volt, és ez így megmaradt. Tehát valahogy ezzel lett azonos. Igen. A Legyen Ön is milliómossal lett ő nagyon ismert, azt a műsort nagyon szerették, és mint kiderült, az világon, ugye sok helyen, mert egy amerikai licenc, az ő műsora, tehát amit a Vágó Pista vezetett, az ment a legtovább az egész világon. Tehát ilyen sokáig, nem tudom, 15 évig, vagy nem tudom, meddig ment a milliómos, azt ő csinálta. Azt te értetted, hogy mit tud, figyelted, hogy mit tud, amit mások nem? Hogy mitől működött a Vágó úgy,
hogy miközben az volt a dolga, hogy undok legyen, mindenki szerette a képernyőn. Igen, ez egy érdekes dolog, mert az angol vagy amerikai, lesz, talán angol licenc volt, kifejezetten idejöttek Angliából megnézni az első két adást, és azt mondták, legyen mogorvább, uram, legyen szigorúbb, legyen kegyetlenebb. Mert ez a műsornak, ez a lényege, hogy a műsorvezető az abszolút nem a szurkolásnak a legkisebb jelét se mutathatja. Azt mondja, az nagyon nehéz volt. És ennek ellenére, hogy megszerett. Nem az volt, hogy csinált belőle egy ilyen krek pasit, aki ilyen, nem undok, meg nem gonosz, meg nem rosszat akar, csak úgy kötözködik. És ez benne volt egyébként is. Tehát ő szeretett vitatkozni, ő kereste a vitát, a vita helyzetet. Abszolút. Ez abszolút így volt. És nagyon nehezen volt meggyőzhető. De mondjuk egy hülye példát, nem történt meg, de mondjuk volt rajta egy zöld pulóver. És én azt mondtam volna neki, hogy te, ez nem áll jól. Akkor a zöld pulóver kiállt volna, hogy mindenkinek azt kell hordani, és a zöld pulóvernél nincsen szebb. Nem hagyta magát meggyőzni. Te értetted, hogy miért kezdett el politizálni? Na ez az egy dolog volt, amiért én szóltam neki, pontosabban kérdőre mondtam, hogy miért kell neked belépni egy pártba. És ott, de az baj, ha valaki úgy gondolja, hogy ő már nem lesz képernyős és belép egy pártba? Nem baj, de ő nagyon erősen politizált. Tehát ez olyan, mintha most találkoznék veled a folyosón, és te volnál a vágó, és megkérdeznéd tőlem rögtön, hogy mi a véleményem a ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mert az utóbbi időben ez abszolút így volt. Nem régiben voltunk náluk, ezt fölhozta, hogy én hogy állok hozzá a DK-hoz, meg a Fideszhez, meg a nem tudom kicsodához. Mondom, Pistukám, adj egy pohár bort. Szóval az, hogy őt megőrzi az emlékezet, mint a nagy televíziós generáció egyik legkitűnőbbjét, ez azt gondolom, hogy bizonyos. Lehet, hogy a vetélkedő címére már nem fognak emlékezni, de volt egy ilyen pasi. Szerintem abban a műfajban, amit művelünk, abban a műfajban nincs is több ennél, mint hogy valaki így maradjon meg az emberek emlékezetében, hogy volt ez a pasi, az valaki volt. Igen, én velem egyszer csináltak egy interjút az életemről, a munkámról, és emlékszem, hogy azt hiszem a Mester Ákos csinálta velem. És kérdezte, ugyanerről beszélünk, hogy mit gondolsz, mi lesz veled, ki fog rád. És akkor azt válaszoltam neki, marad néhány magnószalag. Ennyi. A Pistáról is lesz néhány felvétel. De 15 év múlva fogalma nem lesz senkinek, hogy ki volt az a vágó. Na ebben vitatkozom. Nem úgy értem, szóval a fiatalok. Mint hogy a Szilágyi Jánost is fogják tudni, a Vágó Istvánt is fogják tudni. Megtisztelő volt, hogy itt voltál, és köszönöm. Köszönöm a meghívást. Vágó Istvánra emlékeztünk az előző percekben, és tényleg így van, megőrizzük az emlékét. Köszönöm.